most már üdvözlöm a rádiónézőket. Tényleg. És akkor kettő történetet hoztam, ahogy mondta az Árpád, egy jó rövidet, igazából a könyvben a legrövidebb, és a végén pedig a leghosszabbat. Mindkét végletet próbáltam. Annyit még ehhez a novellához, hogy ez egy pályázatra készült, és 1000 leütésbe kellett belefoglalni a helyszínt, a mondani valóját, az érzést. Hát fogadják szeretettel, remélem tetszeni fog. Idő. Mennyi időm van még? Hányszor láthatlak még benneteket? Apa az elmúlt 2 nyáron, a születésnapján ezt a 2 kérdést tette fel magának. A tóparti nyaralóba hívott minket minden alkalommal, mert a családja után ezt a helyet szerette a legjobban. A nyaralót, amiért annyit dolgozott. Azt mondta, itt szabadnak érzi magát. Gyerekkorunkban apával és az öcsémmel napokat töltöttünk pecázással a tóparton. Sokszor eredménytelenül mi mégis szerettük. Ha nem volt kapás és rossz kedvünk támadt, mindig azt mondta, hogy nem a hal a lényeg. Kétkedve fogadtuk ezt a véleményt, de nem szálltunk vitába. Egyszer nagy hal akadt a horgomra. Perceken át küzdöttem érte, mégis elúszott. Akkor szomorú lettem. Sírtam is. Annyira keservesen, hogy még az öcsém is elpityeredett. Ekkor apa odalépett hozzám, és a horgásszékemmel együtt felemelt és beültetett a tóba, majd egy pillanattal később az öcsémet is. Mondtam már, hogy nem a hal a lényeg, hanem az idő, amíg együtt lehetünk. A sírásunk rögtön abba maradt, és csak nevettünk, míg a vászonszékünk teljesen elázott. Évek teltek el, apa lettem, az öcsém is. Apánkból pedig őszhajú nagypapa, aki továbbra is rajongásig szerette a családját és a tóparti házat, ahol már az unokáit teszi székestül a vízbe. 2 éve megbetegedett. Többször műtötték. A nyári születésnapjain egyre ritkábban játszott az unokáival. Öcsémmel együtt hiába győzködtük, pecázni sem akart velünk. Túl beteg vagyok hozzá, csaptam fel. Végül meguntuk az önsajnálatát, és megragadtuk 2 oldalról a fonott széket, amiben betegen üldögélt, és a vízbe vittük, mint ahogy ő tette velünk annak idején. Tudod, apa, már megtanultuk. Az idő a lényeg, amíg együtt lehetünk. És akkor most vidéki gyerek lévén egy lakodalomba invitálok mindenkit. Annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy a Pillanatok novellás kötet ...nek azért lett a címe Pillanatok, mert egy-egy pillanat mindegyikben megtörtént. Egyébként is ekköré írtam a történeteimet, és mondanom se kell, hogy Árpádéknak az volt a kérdés, hogy ebben az egyik jellegzetes pillanathoz valóban megtörtént-e. Hát ezt önökre bízom. És még egy dolog, hogy ezt most szeretném egy idézettel kezdeni, mert szerintem nagyon jól kapcsolódik a történethez, és ha már a múltkor nem lehetett itt, akkor hagyj kezdjem egy idézettel, szerintem ismerni fogjátok. Mámors halál, a világ ennyi, minden más csak ámítás. Vígan lenni, majd nem lenni, higgyétek, nem számít más. Ez Tatár Botton 2023 legjobb költője az Irodalmi Rádiónál. Ezúttal is gratulálunk. És akkor szóljon a lakodalmas legenda. Kalmi meghívott a lakodalmába. Meglepett, mivel elég rég találkoztunk, de a hír hallatán azonnal megszállt a nosztalgia.
Kalandos éveket töltöttünk el a főiskolán. Négyen béreltünk egy lakást az Agybaparton. Mindig azzal csábítgattuk a lányokat, hogy nálunk kábrázatos a panoráma. Azt csak később tettük hozzá, hogy ehhez fel kell liftezni a tizedikre, mert mi a földszinten laktunk. Kalmi, Csúzli, Zénó és én. Menő négyes volt. Ahogy akkoriban viselkedtünk, nem gondoltam volna, hogy bármelyikünknek lesz két óránál hosszabb kapcsolata. Nem, hogy lakodalma. Minden esetre örömmel fogadtam el a meghívást. Nem tagadom, az azért meglepett, hogy egy lovardába szervezték a ceremóniát. Pont Kalmi, a városi ficsúr, aki a töltött káposztát nem tudta megkülönböztetni a tévépaprikától, egy lovardában nősül meg, ez tuti, hogy nem az ő ötlete volt. Zavaros volt a kép, és pont ezért érdekes. Mivel megtudtam, hogy Csúzlit és Zénót is meghívta, biztos voltam benne, hogy egyhamar nem fogjuk elfelejteni a Kalmilagziát. Így is lett. Kora reggel érkeztem. Először Csúzlival találkoztam a lovarda parkolójában. Már akkor éreztem, hogy hosszú napnak nézzünk elébe. Csúzli nem csak cowboy kalapot, bólónyakkendőt és western csizmát viselt, hanem egy lasszót is kötött az oldalára. Nyugtass meg, hogy a hátsó ülésen nem egy lófej van a hűtőtáskában, mondtam köszönésképpen. Fontos, hogy beleolvadjunk a környezetbe. Válaszolt, majd szorosan megmarkolta a kezem. Csúzli mindig ilyen volt. A fősulin egyszer pizsamapartira voltunk hivatalosak. Három vagy négy feles után vetkőzött mesztelenre, mondván, hogy ő mindig ruhátlanul alszik, és csak így tud autentikus maradni. Hát nem hívtak meg minket többször. De minek hoztál egy ládányi innivalót? Lakodalomba jöttünk, Dunába vizet? Itt biztos, hogy nem ismerik a keverési arányokat, mondta maga biztosan Csúzli, majd elindultunk a szállásunk felé. Azt mindig is tudtam, hogy Kalmi szeret lódítani. De, hogy lovardának nevez egy szocializmusból megmaradt panziót, mert van az udvarában négy kehes ló, azt nem gondoltam volna. Nem elég, hogy egy kilométert kellett gyalogolnunk a parkolótól a szobánkig, de a bevezető út fele úszott a tehéntrágyában. A lovardában ugyanis tehénből volt bőven. Kicsit átverve éreztük magunkat Csúzlival, de jókat röhögtünk. A szobánk berendezése egy végtelen időutazás volt. Fehér és arany, függőlegesen csíkozott tapéta, sötétkék padlószőnyeg, amit a mohácsi vész idején porszívóztak ki utoljára, narancssárga búra az állólámpán, diószínű bútorok és szögletes karosszékek, téglavörös kárpittal bevonva, aminek a karfáin már annyira kikopott a szövet, hogy a szivacs is kihullott belőle. A szomszédban biztos, hogy Vágási Feri lakik, mondtam, amint beléptünk az ajtón. Bánja a halál, csak Janka néni ne igye meg a konyakunkat, válaszolta Csúzli, majd kinyitotta a hűtőtáskát. Ebéd előtt találkoztunk először a nászléppel. Végre Kalmi is megjelent, és bemutatta a leendő barát. Váltottunk pár szót, majd megkért minket, hogy segítsünk bepakolni a székeket az ebédlőbe, mert azt még nem csinálták meg. Nem tudjátok, hogy hol van Zénó? Szegezte nekünk a kérdést Kalmi. Azt hittem, te jobban tudod, hogy hol van a tanúd, válaszoltam. Hol van az ebédlő? Kérdezte Csúzli. Csula bácsi, majd mindenben segít, mondta Kalmi, majd tovább lépett leendő feleségével, hogy üdvözölje az egybegyűlteket. Csúzli ugyanolyan értetlenül állt, mint én. Miért pont nekünk kell pakolni? És hogy a túróba lehet valakit Csula bácsinak nevezni? Hey! Hú, vannak a hordárok! Öblös hangra lettünk figyelmesek Csúzlival, és amint megfordultunk, megkaptuk a választ a kérdésünkre. Öltönyös embert ekkorát köpni
Még sosem láttunk az előtt. Mi volnánk azok? Mondtam, és közben nyújtottam a kezem, hogy üdvözöljem a lovarda ikonikus alakját, de már hátat is fordított nekünk. Arra megyünk, kövessetek! Szólt az ukáz, és remegő kézzel egy távoli istállóra mutatott Csula bácsi. Csúzli visszafolytva kuncogott, ahogy távolodtunk a násznéptől, és közeledtünk a tehén istállóhoz. Fejőszéken vajon ki fog asztalhoz ülni? Kérdezte Csúzli. Hogy kerülök én ide? Suttogtam Csúzlinak. Mielőtt munkához látnánk, betérünk ide. Szólalt meg Csula bácsi, majd beköpött az istálló ajtaján. Ezt már egyikünk sem bírta, és hangosan felnevettünk. Csula bácsi mit sem törődött a mi jó kedvünkkel, egyenesen az egyik tehénitatóhoz indult. Mivel egy szék sem volt a környéken, ezért széttárt karokkal tette fel a kérdést Csúzli. Csula bácsi, mi a francért jöttünk mi ide? Ha ezért, fiam! Adta válaszul az öreg, majd a kiszáradt tehénitatóból egy fonott bugykost emelt fel diadalittasan, és újból köpött egy hatalmasat. Becsavarunk egy szantost, kértek? Tette fel az öreg a visszautasíthatatlan kérdést. Azt azóta sem tudom, és talán jobb is így, hogy egy gumicsizma talpából, vagy egy rozsdás kilincsből főzték az öreg gondnok féltve őrzött pálinkáját, de úgy éreztem magam, mint egy végtelenített tüdőszűrésen. Csúzli nálam jobban bírta a megpróbáltatást, és a barom még érdeklődni kezdett a kerítésszaggató származása felől. Na, ezt nem kellett volna. Csula bácsi a rettenetes pálinkájáról sosem látott odaadással beszélt, rágyújtott egy mezítlábas cigarettára, máig nem tudjuk, hogy honnan szerezte, és elkezdte mondani. Azt láttuk, hogy ez az egyetlen téma, amiről szívesen beszélt. Ahogy szívta a büdös cigijét, és folyamatosan beszélt a gyümölcsökről, amiket szerintem sosem látott a bugykos, arra lettünk figyelmesek, hogy csak befelé szívja a levegőt. Hol az orrán, hol pedig a ciginát. Azt hiszem, Csula bácsi esetében ez volt a határozott tudás jelképe. Kettőt be, egyet még beljebb. Sok tanulságot hallhattunk. Csula bácsi tisztelte a munkát, mert mindig kitért előle, ha látta, hogy szembe jön. Elmondása szerint ez volt az ő hitvallása. Időközben kiderült, hogy nem tartozik egyik családhoz sem. Ő volt a lovarda gondnoka. Egy életre a szívünkbe zártuk a bölcsességeiért. Csula bácsi vezényletével berendeztük az ebédlőt. A terem ajtajában elég magas volt a küszöb, ezért többször megbotlottunk benne a székhordás alatt. Nem tartottuk fontosnak, mert elég kapatosak voltunk már addigra. A pálinkás fél óra komolyan megalapozta a lakodalmi hangulatunkat. A szertartás kezdete előtt nagyjából egy órát botladoztunk az ebédlő ajtajában. Ez idő alatt Csúzli elmesélte Csula bácsinak, hogy honnan származik az ő beceneve. Láthatóan nagy tiszteletet vívott ki magának, tanult barátom a gondnok szemében, amikor fény derült arra, hogy Csúzlival lövöldözte nagyanyja tyúkjait, ha a mama nem akart levest főzni. De rég gyerek vagy, te Csúzlikám! Fogadta bizalmába Csúzlit az öreg gondnok. Már minden készen állt az esküvői ceremóniához. A násznép rendezett sorokban foglalt helyet a szabadtéri sátor alatt. Fület volt a levegő az augusztusi kora délutánban, de mi tartottuk magunkat. Bár nem volt mindig egyszerű. Ugyanis Csula bácsi pálinkájától és a könnyű szellőkön érkező, olykor bennünket is arcon csapó trágyaszaktól nem volt mindig kiegyensúlyozott a közérzetünk. A mi személyes problémánknál viszont akadt egy sokkal bonyolultabb. Már csak 20 perc volt a szertartás kezdetéig, de Zénó még mindig nem volt sehol. Kalmi őt kérte fel tanúnak. Akkor kezdett kellemetlenné válni a helyzet, amikor Kalmi rájött, hogy sem én, sem Csúzli nincs olyan állapotban,
hogy helyettesítsük Zénót a nemes feladat ellátásában. Csúzli már ekkor homlokára húzta vékony szálú nyakkendőjét, én pedig kigombolt ingel a leghátsó padsorban, háttal az anyakönyvvezető pulpitusának egy jeges vizet nyalogattam, hogy túléljem a várakozást. Egy perccel a vőlegény tervezett bevonulás előtt, hatalmas porfelhőbe burkolózva, száguldó autóval érkezett meg Zénó. Az csak kisebb baj volt, hogy 5 percet várni kellett a kezdéssel, az már sokkal nagyobb, hogy Zénó egy szakadt, rövid farmergatyában és egy lyukacsos atlétában érkezett. Kalni ugyan felajánlotta, hogy csúszom még egy kicsit a kezdet, hogy Zénó rendbe tudja szedni magát, de az ökör otthon hagyta az öltönyét. Tipikus Zénó. A diplomaosztókra az elegáns cipőjét felejtette el magával hozni, így ő volt az egyetlen, aki tanga papucsot viselt a talár alatt. A lány búcsú már véget ért! Kalni, küld haza a csipendél fiút! Kiabálta Csúzli a hátsó sorból, amikor meglátta Zénót az anyakönyvvezető mellett. Nem mindenki értette a viccet ebben a helyzetben. A felnevető vendégek száma velem volt egy. A poéna hallatán. Csúzli homályos tekintettel nézett rám. Éreztem, hogy nem a legjobb ötlet egyetérteni vele ebben a helyzetben, de igaza volt. Mi a túrónak szervezték a világ végére a lagziukat, sem a helyszín varázsa, sem a komfort érzetünk nem volt kényelmesnek mondható a tárgyaszagú kárnikulában. 5 pálinkával a fejünkben. Erre mindenki tüzes szemmel bámult ránk, holott mi csak a feszültséget próbáltuk oldani. Ami végtére is a saját feszültségünket figyelembe véve sikerült is, és Zénó tekintetét fürkészve őt sem hatotta meg a herceg urca. Kalmi jövendőbelie egyikünket sem zárt a szívébe. Ez kölcsönös volt. Főleg úgy, hogy az esküvőn találkoztunk először, és mint azóta kiderült, utoljára. Miután egybekelt az ifjú pár, odalépett hozzánk egy, fiatalnak a legnagyobb jó indulattal sem nevezhető hölgy, talpig latexben. A 2 számmal kisebb felsőjéből kibudjanó melleiről Csúzli nem tudta levenni a szemét. Talán jobb is volt így, mert ha ránéz, rögves rájön, hogy Joker anyjával beszélgetünk. Fiúk! Ti vagytok a legjobbak! Kacsintott egy bóvli napszemüveg mögül, majd apró csókot dobott rúzsozott ajkával. Kegyed se kutya! Mondta Csúzli, és félreérthetetlen gesztussal hozta a hölgy tudomására, hogy ő a társalgáson túl másképpen is szívesen megismerné. Én próbáltam elszégyelni magam, Csúzli csípő mozdulatai láttál, de csak röhögtem. Az ocelot mintás hölgynek sem volt ellenvetése kedves barátom megnyilvánulásával szemben. Értem. Mondta kaján mosolyjal az arcán, majd széles csipejét vadóriszálva sietősen távozott. Még a látóhatáron belül egyszer visszafordult, tömzsi nyakában megigazította a borvörös selyemsálat, majd tovább baktatott. Néhány órával később tudtuk meg, hogy a mennyasszony nagyanyjához volt szerencsénk. A vacsoránál Zénó is csatlakozott hozzánk. A mi asztalunk volt az egyetlen, amely nem neheztelt rá a délutáni affér után. A ceremónián történtek miatt nem sokan szimpatizáltak velünk, de addigra már egyikünket sem érdekelt. Kalmi sem fordított ránk sok figyelmet, de amennyire emlékszem, ez nem az ő döntése volt. Szép társaság gyűlt össze. Egy lyukas atlétás tanú, egy megfáradt cowboy, és én szétgombolt ingben, mint annak idején a főiskolás bulikon. Ott sem mutattunk másként, csak akkor még nem ugráltunk annyit a márminálú babám és hasonló kezdetű nótákra. Amikor csapatostól kezdtünk sajátos táncunkba, teljesen elvesztettük a násznép rokon szemvét. Kivéve a latex nagyit, aki minden pillanatot megragadott, hogy kifejezze szimpátiáját. De egy idő után Csúzli legnagyobb bánatára a nagyinak nyoma veszett.
pedig nekem terveim voltak. Mondta párszor csalódottan, amikor az asztalsorokat pásztázta két mulatós blokk között. Ettől még jól éreztük magunkat, és szépen telt az este, aztán az éjfél közelettével egy ponton mégis úgy alakult, hogy kényelmetlenül kezdtük érezni magunkat. Órák óta nem találkoztunk Csula bácsival. Amikor ismét megjelent a segítőkész gondnok, akkor már az idő múlása nem csak a mi szemünkben volt tetten érhető. Azt hiszem, több időt töltött a kiszáradt tehénitatónál, mint a gondnoki szobában. Megpróbált bemutatkozni Zénónak, de a végtelen mondatokból egyikük neve sem terült ki. Nem is volt lényeges. Rövid időn belül egy nyelvet beszéltek, és a fontos az volt, hogy mindenben nagy egyetértést alakult ki kettejük között. Ennek örömére Csula bácsi Zénónak is megmutatta a tehénitató titkát. A bonyodalom akkor vette kezdetét, amikor a vőfény buzdítására az egész násznép vonatozásba kezdett. Mindig is utáltam a kötelező részeket egy lakodalomban, a vonatozást pedig kivált ki. Ezért mielőtt az asztalunkhoz ért a sor, én eloldalogtam onnét, és milyen jól tettem. Így tudtam megörökíteni a telefonomon az elfuserált lakodalom legemlékezetesebb pillanatát. Miután mindenki, aki akart, beállt a sorba, majd másodszor is megkerülte a termet a vőfény vezetésével, a násznép kivonatozott a szabadba, hogy ott is tegyen egy kört. Ahogy lenni szokott, egy idő után több helyen megszakadt a lánc. Az végül senki sem tudta megmondani, hogy miként került Csula bácsi a vonat elejére, de kétségtelen tény, hogy nem volt hajlandó átengedni az első helyet senkinek sem. Bár az őt követő Zénó nem akarta elvenni tőle a vezető szerepet, viszont azok, akik még tiszta fejjel mulatoztak, megpróbálták jó belátásra bírni. Sikertelenül. Amint a terem bejáratához érkeztek, ahol a küszöbhöz, amin a székhordás alatt többször megbotlottam, a Csula bácsi által vezetett lakodalmas vonat a pökhendi násznéppel a fedélzetén egyenesen a parkettába csapódott. Csodálatos volt. 8 vagy 10 embert rántott magával a pálinka gőzös mozdony, és én visítva röhögtem a tömegbaleseten. Én voltam az egyetlen, aki nem sajnálkozva rohant a padlón szétcsúszott feltápászkodni képtelen násznép elé, hanem azért, hogy minél élesebb felvételeken tudjam megemlékezni Kalmi barátunk legendás lakodalmáról. Beletelt vagy 20 percbe, mire mindenki összeszedte magát, és kiértékelte a vonatbaleset minden lehetséges okát. Csula bácsi és Zénó nem vettek részt a tényfeltárásban, rövid úton távoztak, szerintem a tehénistálóhoz, és a későbbiekben már nem jelentek meg többször. Nehezen szedtem össze magam a történtek láttán, és fel sem tűnt, hogy Csúzli nem volt ez idő alatt a környezetemben. Cowboy jelmezes, enyhén illuminált barátom néhány perc múlva ért vissza. Frappás volt a belépője, mert ő is átesett a küszöbön, de mégsem ez volt a legnagyobb hatással rám. Csúzli a kalapja nélkül, de egy borvörös sállal a nyakában került elő. Lemaradtam valamiről? Kérdezte őszinte érdeklődéssel a hangjában. Nem tudtam figyelmen kívül hagyni a szétcsúszott rúzsfoltokat a gallérján. Ezt a kérdést nekem kellene feltennem. Vágtam vissza. Csúzli bazsajgott egy darabig, megigazította a nadrágját, majd mély levegőt vett. Egy kamulovardában, ahol nyakig ér a tehénszar, ahová azért hívnak meg, hogy senkinek se kelljen fizetni a pakolásért, egy öltelt, búvalbaszott násznéppel magunk körül, hát nehogy ne varhassam már le az öröm nagyit. Elkaptad a vadmacskát? Kérdeztem elképedve. Ő kapott el engem, kis bajtás. Öreg macska, mentén macska. Szép csokor emlékkel távoztunk. Sajnos Kalmi azóta nem keresett minket, de azért szívesen gondolunk a legendás lakodalomra. Köszönöm.